Köszönjük. Negyedik előadáson kicsit el fog térni az eddigiektől. Erdős Bogárka előadása következik, aki a tokamakokról és a bennük futkorászva elektronokról fog nekünk mesélni, vagy inkább beszélni. Bogi, szóljon csak idő. Szólok. És ha hátul nem halljátok, akkor integessetek, mert én hangosan beszélek, de az előadók nem mindig. Sziasztok! Én a Műszaki Egyetemnek a fúziós csoportjának tagjaként érkeztem most ide, és a saját kutatási témámat szeretném nektek bemutatni. Főként a két leggyakrabban megkapott kérdésre szeretném megadni a választ, hogy hova futnak az elektronok egy tokamakban, és hogy mi is az a tokamak. A tokamak az egy kísérleti reaktortípus, amelyet a szabályozott magfúzió megvalósítására szeretnénk felhasználni. A fúzió az egy olyan folyamat, mint ami napban is lejátszódik, ezzel energiát tudunk termelni, azonban földi körülmények között kicsit más reakciót használnánk fel. Itt két nehéz hidrogénizotópnak az egyesüléséből szeretnénk energiát nyerni. Ennek megvalósításához azonban nagyon magas hőmérsékletre van szükségünk, körülbelül 100 millió Kelvinre. Azonban ilyen magas hőmérsékleten csak úgy lehet megtartani az anyagot, hogyha az már nem ér hozzá a tartó berendezésnek a belsejéhez, ezért egy trükkös megoldást kell alkalmaznunk, ami pedig a mágneses terek. Itt jön képbe maga a tokamak, amit itt lent láttok. Ez egy ilyen tórusz alakú berendezés, amiben egy ilyen fura csavartér szerkezetben, ami igazából egy nagy fánk, abba tartjuk meg a plazmát. Ilyen tokamak típusú berendezés az Asdex Abrik tokamak is, amit ott fent láthattok. Ez Németországban München mellett található, és én is itt végzem a kutatásaimat. Alatta pedig látható, hogy egy tipikus üzemben hogyan néz ki a plazma, vagy hát hogyan nem néz ki, mert ilyen magas hőmérsékleten már látható fénytartományban nem bocsát ki fényt az anyag, viszont a széleken, ahol hűvösebb, ott látható, hogy ilyen szépen világít. A plazmáknak megvan az a sajátos tulajdonsága, hogy nagy energiájú részecskékre benne már nem úgy hat a súrlódási erő, mint ahogy azt a közegellenállásnál megszoktuk, hogy gyorsítjuk és majd valami lelassítja az anyagunkat, hanem túllépve egy kritikus energiatartományt, egy csökkenő tendenciát mutat a sebességgel. Ezt teszi lehetővé azt, hogy ha az elektronokat egy elektromos térrel gyorsítjuk, akkor ezek relativisztikus sebességre tudnak gyorsulni. Ezeket hívjuk elfutó elektronoknak. Az elfutó elektronok jelenléte a berendezésben nem túl szerencsés, mivel ezek hatalmas energiájú részecskenyalábot alkotnak, akár több megaampert is tudnak szállítani, így hogyha becsapódnak a berendezés belsejébe, mint ahogy itt ezt láthatjátok, akkor elég súlyos károkat tudnak benne okozni. Itt például a jet tokamakon a megolvadt belső fal látható. A helyzet azonban nem ennyire súlyos, mert nem minden üzemzavari helyzetben keletkeznek elfutó elektronok, illetve jelenleg is számos kutatás folyik ezek elnyomásának vagy megszüntetésének érdekében. A elnyomásokra az egyik lehetséges mód a gázbefecskendezés, amit az Asdex Abrik tokamakon is kutatnak. Ennek során gázbefecskendezéssel indukálják ezt az üzemzavart. A baloldali képen láthatjátok, hogy hogyan néz ki egy ilyen elfutó elektronnyalába a tokamak belsejében. Ez most így kicsit nehéz elképzelni, de középen van a tokamaknak a belső tenger, és így körülötte forognak igazából így az elfutó elektronok. Most mindjárt jön egy videó, előbb elmagyarázom, hogy mit fogtok rajta látni. Egy ilyen elfutó elektronnyalá lesz rajta, és hogyha felül láthatjátok, ott van az a tűzijátékszerű dolog, ott csapódott bele a berendezés meg a falába, és ott szépen elporlatt az anyag. Úgyhogy körülbelül így néz ki egy ilyen kisülés, amiben vannak elfutó elektronok. Köszönöm. És akkor a munkám során én is ilyen gázbefecskendezéses kísérletekkel foglalkozok, azonban én inkább így a elméleti részében veszek részt, ugyanis én numerikus szimulációkkal vizsgálom, hogy különböző gázoknak, meg gázbefecskendezési módoknak a hatása az hogyan hat az elfutó elektronok számára. Szóval tehát összefoglalva az előadásomat, mi is az a tokamak? Az egy tórusz alakú fúziós berendezés, és hova futnak az elektronok? El. Köszönöm a figyelmet! Mindig meg akartam kérdezni, mit jelent az, hogy tokamak? Tehát honnan jön ez a kifejezés? Ez egy orosz szóból jön. Igazából toroidális mágneses berendezés jelent, nem tudom, hogy kell oroszul kimondani, de egy ilyen, abból egy ilyen betűszó, és hát nem betűszó, szótag szó. Köszönöm. Nem tudom, ki volt először.
ABC-t. Az lenne a kérdésem, ugye a München mellett az Ajax még csak egy ilyen játéktokamak, még nincsenek igazi rendes ipari áramtermelésre szakosodott tokamakok, de hogyha egy ilyen becsapódás egy mondjuk Paks méretű termelésre beállt tokamakban történik, akkor München megmarad-e? Vagy mondjuk Berlin, vagy így Budapest? A fúzióban az a nagyon jó, hogy itt igazából ilyen hatalmas méretű katasztrofális balesetek nem tudnak történni. Tehát, hogyha egy ilyen üzemzavar is történik, meg becsapódik egy ilyen hatalmas gyalád, akkor maximum a berendezésünk fog tönkre menni, és azért leszünk nagyon szomorúak, de így nem kell ilyen halálesetekre, meg katasztrófára gondolni. Tehát nem lehet tokamak, tokamak Fukushima. Nem, az semmiképp nem lesz. Azt látjuk, hogy nagyon drága, költséges idő és energiaigényes technológia. Mire jó? Energiatermelésre, azt szeretnénk, hogy... Emérdek energiát felemészt, egészen addig, amíg eljutunk arra a pontra, hogy energiát termeljünk vele, és hatékonyabb megoldásokat is látunk erre. Ez igaz, vannak más megoldások is, de alaperőművekre mindig szükségünk lesz, mert azt nem tudjuk a megújulókból teljes mértékben ellátni, és a fúzió az egy tök jó megoldást szolgálna. Igazából nem a közeljövőnek a megoldása lenne, hanem egy hosszú távú megoldás a jövőre nézve, mikor már a jelenlegi globális felmelegedést megoldottuk, de kellene a És mi a viszonyatok a Wendelstein 7X csapattal? Teljesen jóban van vele mindenki, az is igazából egy tök jó fúziós berendezés, nem teljesen ugyanaz az elven működik, ott egy kicsit más konfigurációval tartják össze a plazmát. Jelenleg a tokamakok kicsit előre haladottabbak, de ettől függetlenül a stellarátor típus is egy nagyon jó berendezés. Lehet, hogy egy kicsit nagy léptékű lesz a kérdés, hogy hogyan látod, hogyha így halad a kutatás fúziós technológiák tekintetében, akkor nagyjából mikor jelennek meg az első úgymond ipari áramtermelésre specializált fúziós erőművek? A standard válaszunk erre mindig az, hogy 50 év. Ezt mondogatjuk már legalább 50 éve, de így reálisan nézve a dolgokat, nem tudom megbecsülni, reménykedek az 50 évben, igazából minden attól fog függni, hogy most megépül az ITER Kadarasban, és akkor ha az úgy működik, ahogy szeretnénk, akkor fogjuk tartani ezt az 50 évet, és szeretnénk tartani ezt az 50 évet. Köszönöm.